Február 4-ét 2000-ben nemzetközi rákellenes világnappal nyilvánította a Párizsban összeülő kongresszus. A résztvevők aznap egy olyan történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólította fel az embereket a halálos kór ellen. Tóth János, szülésznőgyógyász-onkológus azt mondja, fontos, hogy a lakosság tájékoztatva legyen arról, hogy mennyi minden változott a témában az elmúlt 15-20 évben mai diagnosztikában és a terápiás lehetőségek nagyon sokat változtak, és azt kell, hogy mondjuk, hogy most már nem is egy halálos betegség a rák, hanem egy krónikus betegségé vált, mert olyan diagnosztikai és terápiás lehetőségek vannak, amelyekkel nagyon jól tudjuk gyógyítani a betegséget. A statisztikák szerint a Magyarországon leggyakrabban előforduló rák a nőknél az emlődaganat. Tolna megyében 179 márákos megbetegedést regisztráltak múlt évben, és annak ellenére, hogy már védőoltás is létezik ellene, a ményakrák a másik jelentős mértékben előforduló megbetegedés. Az országban tavaly 1057 ilyen új esetről számoltak be. A férfiakat leginkább a prostatarák támadja meg, de mindkét nemnél előkelő helyen szerepel a vastagbéldaganat is. A 2019-es rák ellenes kampányjal egy időben elindult Magyarországon egy két éves vastagbérák szűrő program, amelyben szexárd is részt vesz. Az 50 és 70 év közöttieket szűrik ingyenesen. Két éve csináljuk, és csak nem 270 beteget vizsgáltunk meg. Az előre haladó stádiumok helyett egyre inkább a korai stádiumú találjuk, egyre inkább olyat, ami megáll a nyálkahártya szintjén. Ez azt jelenti, hogy egy fájdalmatlan endoszkópos műtéttel gyakorlatilag maga a szűrővizsgálat során el tudjuk távolítani a daganatos szövetet. Kovácsik Zsolt azt mondja, a megelőzésben fontos szerepet játszik az egészséges, rostban gazdag táplálkozás, zöldségfogyasztás, rendszeres testmozgás, alkoholfogyasztás korlátozása, a dohányzás tilalma és a megfelelő stresszkezelés is. Mindkét szakember úgy nyilatkozott, hogy ha a lakosság rendszeresen járna szűrővizsgálatokra, jóval kevesebb rákos haláleset történne Magyarországon.